Ez a híradó 8 órakor, Lantos Csaba vagyok. Brüsszel ellen tüntettek a gazdák, Záhonyban az ukrán gabona behozatali tilalmát eltörlő döntés miatt demonstráltak a magyar-ukrán határátkelő hely közelében. A termelők traktorokkal, kombájnokkal vonultak fel a határhoz vezető négyes főúton, és gépeikkel elfoglalták az egyik forgalmi sávot. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke azt mondta, Brüsszel visszaél az emberek jó szándékával, és olyan intézkedéseket hoz, amelyek nem az európaiak érdekeit szolgálják, ezzel pedig a magyar gazdákat is tönkreteszik. Besaptak bennünket, aljas módon visszaéltek, azzal a jó szándékkal, ami az emberekben megvan, hogy segítsünk egy háború sújtotta országon. Nem rajtuk segítettünk. Ha megnézzük, hogy hogyan néz ki az ukrán mezőgazdaság, és annak az export teljesítményét mi adja, akkor azt látjuk, hogy gigaméretű ukrán mezőgazdasági vállalatok állítják elő ezeket a terményeket. A 10 legnagyobbból 9 nem Ukrajnában van bejegyezve. Ezen érdemes elgondolkodni. Mi nem az ukránokkal kell, hogy harcoljunk, hanem az Ukrajnában működő vállalkozásokkal, akiknek most már egyértelműen látszik, hogy Brüsszelben vannak a kijáró embereik. Az ukrajnai háború miatt Magyarországnak új kapcsolatokra, új utánpótlási útvonalakra van szüksége, a türk államok pedig hidat képezhetnek kelet és nyugat között. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Bloomberg hírügynökségnek Isztambulban adott interjújában, amelyet a közösségi oldalán tett közzé. Szijjártó Péter példaként említette, hogy Magyarország új gázszerződést írt alá Törökországgal, így nem Törökország közvetítésével, hanem magától Törökországtól vásárol gázt. A háború miatt a régi ellátási útvonalak elakadtak, megsemmisültek, ezért új kapcsolatokra, új utánpótlási útvonalakra van szükségünk, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában Isztambulban, amit Szijjártó Péter saját közösségi oldalán tett nyilvánossá. A tárcavezető rámutatott, a türk államok például nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy hidat képezzenek kelet és nyugat között. Aláírtunk egy új gázszerződést Törökországgal, ami korábban nem volt. Így a jövő év elején 275 millió köbméter gázt fogunk vásárolni Törökországtól. Tehát nem Törökország közvetítésével, hanem magától Törökországtól. Ez az első ilyen alkalom, mondta Szijjártó Péter, majd egyéb más lehetőségeket is felsorolt. Például egy török és egy magyar vasútépítő cég stratégia együttműködését, egy magyar energiaitalgyártó törökországi terjeszkedését, vagy a török légitársaság újabb járatindításait. Az Európai Unió és Törökország kapcsolatait elemezve a tárcavezető közölte, az unió magatartása képmutató. Az Európai Unió nagyon képmutató ebben a tekintetben, és tisztában kell lennünk azzal, mind a török kormánynak, mind a magyarnak, hogy mindazok a kormányok, amelyek a nemzetközi liberális mainstream ellen fordulnak, támadások célpontjaivá válnak. Igaztalan, alaptalan és elfogult támadások és vádaskodások fogják őket érni. Majd Szijjártó Péter a Brüsszel és Magyarország közötti kapcsolatok is elemezte. Úgy fogalmazott, Brüsszelben a nemzetközi liberális fősodor dominál. A vita arról szól, hogy hogyan kellene kinéznie az Európai Uniónak a jövőben, összegezte az EU és Budapest vitáját Szijjártó Péter, majd arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború megítélésében is jelentős a két fél közötti különbség. A külügyminiszter világossá tette, a béketárgyalások körülményei ma sokkal rosszabbak, mint tegnap voltak, de még mindig jobbak, mint holnap lesznek. Magyarország Moszkvához fűződő kapcsolatáról szólva Szijjártó Péter azt nagyon fontosnak és elengedhetetlennek nevezte, azzal indokolva mindezt, hogy Magyarország energiaimportjának nagy része Oroszországból származik. Az energiaellátás egy fizikai kérdés. Ehhez szükség van forrásra és csővezetékre. Ha a kettő közül legalább az egyiket kihagyod, akkor véged, sehol sem vagy. Ha pedig megszakítjuk az energiakapcsolatunkat az oroszokkal, akkor fizikai értelemben a jelenlegi infrastruktúra nem elegendő az ország ellátásához, jelentette ki a külügyminiszter, majd leszögezte, Magyarország normális módon folytatja az együttműködést Oroszországgal, mert ez a mi nemzeti érdekünk. Megelégelték a kis olasz sziget Lampedusa lakosai a migránsok özönét. Hatalmas tüntetésbe kezdtek, hogy a római kormány és Brüsszel oldja meg a problémát. Az Európai Bizottság elnöke is a helyszínre látogatott, ő azonban azt mondta, legális útvonalakat kell biztosítani. Mától Lampedusa azt mondja, elég volt.
Senkit nem akarunk többé, kiabálta a sziget központjának alpolgármestere. A helyiek szombaton vonultak utcára, hogy az illegális bevándorlás ellen tiltakozzanak. Olasz nők egy csoportja még a Vöröskereszt autóját is feltartóztatta, amely a migránsoknak vitt élelmiszert. Üzennünk kell az európai közösségnek, hogy Lampedusa nem bírja tovább. Kisgyerekeim vannak otthon, korábban nem is gondoltam ezekre a dolgokra, de most már ösztönösen védem a gyermekeimet, mert nem tudom, mi lesz velük a jövőben itt Lampedusán, mondta egy tüntető. A sziget az Európai Unió egyik legdélebbi pontja, alig több mint 140 kilométerre fekszik Tunézia partjaitól, így folyamatosan nagy rajta a migrációs nyomás. A héten több mint 10 000 illegális bevándorló érte el az olasz területet csónakokkal, a helyi bevándorlók központ is állandóan túlzsúfolt. A legnagyobb felháborodást az váltotta ki az olaszok között, amikor szombaton elterjedt a hír, hogy a római kormány sátortáborok felállításával oldaná meg a problémát. A feldődött tömeg ezért Lampedusa kereskedelmi kikötőjébe vonult, és megakadályozták, hogy kirakodjon az a hajó, amely állítólag a sátrakat szállította. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Giorgia Meloni olasz kormányfő vasárnap a szigetre látogatott, hogy személyesen mérjék fel a migrációs helyzetet. A római kormány feje hangsúlyozta, hatalmas hiba azt hinni, hogy ezt a globális problémát Olaszország határain belül meg lehet oldani. A migránsok tömeges áramlása olyasmi, aminek kezeléséhez mindenki részvételére és felelősségvállalására van szükség, mert bár elsősorban a határországokat érinti, de rövid időn belül a többi tagállamra is hatással lesz. Ezzel a problémával közösen kell megbirkóznunk, ennek elismerését jelzi az Európai Bizottság elnökének látogatása, fogalmazott Giorgia Meloni. A római vezetés hétfőn fogadja el azt az új szabályozást, amely szerint a migránsoknak 18 hónapig zárt táborokban kell lenniük. Ezekben adhatják be a menedékkérelmüket, és csak annak pozitív elbírálása esetén hagyhatják el a tábort. Akik pedig nem kapnak menekült státuszt, azokat kitoloncolják. Ez szigorítás az eddigi gyakorlathoz képest, hiszen aki mostanáig Olaszországban ért partot, egy idéglenes engedéllyel teljesen szabadon mozoghatott az országban. Kérdéses azonban, hogy mekkora támogatást kap ehhez az olasz kabinet Brüsszeltől. Ursula von der Leyen ugyanis bár együttérzését fejezte ki a helyi lakosoknak, de továbbra is a migránsok befogadásáról beszélt, mint kötelezettségről. Lampedusa nyomás alatt áll, ami nehéz helyzetet teremt a helyiek számára. Meloni miniszterelnökkel azért jöttünk ma ide, hogy az olasz és az európai hatóságokkal közösen összehangolt választ adjunk. Szeretném tisztázni, kötelezettségünk van a nemzetközi közösség részeként, aminek mindig eleget fogunk tenni, de mi döntjük el, hogy ki és milyen feltételek mellett léphet be az Európai Unióba, nem pedig az embercsempészek, nyilatkozta Ursula von der Leyen. Szakértők szerint ez nem jelent mást, mint hogy a brüsszeli vezetés továbbra is megszervezni akarja a bevándorlást, nem pedig megállítani. A mostani érkezés számok tényleg a 2016-os érkezés számokhoz hasonlíthatók. A Migráció Kutató Intézet kutatója is a rekordmagas érkezésekre hívta fel a figyelmet az M1-en. Tóth Klaudia hangsúlyozta, Lampedusa helyi lakossága 6000-re tehető. Még ezen a héten volt olyan nap, hogy 7000 illegális migráns kötött ki a szigeten. Nem azért küzd az új migrációs paktum, hogy még a külső határokhoz se érjenek el ezek az emberek, hanem arról, hogy a már megérkezetteket hogyan osszák le a tagállamok között. Ami nem egy jó stratégiai üzenet, hiszen egyfajta meghívóként is értelmezhető. Szakértők rámutatnak, Ursula von der Leyen nem a határokat akarja megvédeni, hanem szervezett bevándorlást akar. A migránsoknak szerinte biztonságos, humanitárius folyosókat kell létrehozni, hogy ne kelljen az emberkereskedőkre bízniuk az életüket. Elemzők arra hívják fel a figyelmet, a bizottsági elnök úgy véli, a legális bevándorlás javításával visszaszoríthatóvá válik az illegális bevándorlás. Életét vesztette egy görög mentőcsapat 4 tagja Líbiában egy közúti balesetben, további 15-en pedig megsérültek. Ezt a kelet-líbiai kormányzat egészségügyi minisztere jelentette be. A görögöket szállító jármű az árvíz sújtotta Dernánál frontálisan ütközött egy líbiai család autójával. A balesetben a család 3 tagja is életét vesztette. A Dániel nevű vihar egy hete csapott le a 100 000 lakosú kelet-líbiai városra. 2 gát átszakadt, aminek következtében hatalmas víztömeg árasztotta el a városon átívelő völgyet. Az ENSZ legfrissebb adatai szerint Dernában az áradások legkevesebb 11 300 ember életét követelték, és további 10 100 ember tartanak nyilván eltűntként. Klímaaktivisták rongálták meg vasárnap a berlini brandenburgi kaput. A német fővárosi jelképének számító építményt az utolsó nemzedék nevű csoport aktivistái fújták le. A védett műemlék oszlopaira átalakított poroltókkal vitték fel a vörös, sárga és narancssárga festéket. Az aktivisták olyan intézkedéseket követeltek a német kormánytól, amellyel 2030-ra elérheti az ország a klímasemlegességet.
A rendőrség 14 embert vett őrizetbe az ügyben, csoportosan elkövetett rongálás gyanújával. Újabb mérföldkőhöz érkezett az e-bejelentő szolgáltatás. A négy legnagyobb telekommunikációs vállalat és több kisebb internetszolgáltató cég is csatlakozott a rendszerhez, jelentette be közösségi oldalán a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István hangsúlyozta, az ingyenesen használható ebejelentő.gov.hu weboldalon minden adatváltozás bejelentése egy lépésben otthonról is elintézhető. Ami most újdonság, hogy a telekommunikációs szolgáltató cégek is csatlakoztak az e-bejelentőhöz, így a telefon, televízió és az internet szolgáltatással kapcsolatban is egy felületen az adatváltozást be lehet jelenteni. Számos olyan élethelyzet van ugyanis, amikor valamilyen személyes adatunk megváltozik, és ezt be kell jelentenünk azoknak a szolgáltatóknak, ahol előfizetéssel rendelkezünk. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Most jön a Nemzeti Sporthíradó Környei Bencével.